Ebben a videóban folytatva virtuális londoni művészettörténeti sétánkat, ezúttal a Temze északi partján álló Tower of London várerődjét fogjuk górcső alá venni. Amennyiben foglalkoztat benneteket egy csodálatos építmény, közel sem viharoktól mentes, történelmi múltja, illetve hogy a történelem során hány darab funkciót töltött be megépítését követően, mindenképp megéri velem tartanotok az elkövetkező percekben. A Tower of London a Temze északi partján álló történelmi várerőd, melynek kiemelt fontosságú szerepe volt a brit főváros történelme során. Az összesen 18 hektár alapterülettel rendelkező erődöt 1066-ban alapították norman hódítók, mikor uralmuk alá vonták az angol szászokat. A megalapítás idején a normandiai csatában győzelmet aratott hódító Vilmos, hogy birtokait védelmezni tudja, erős várfalakkal biztosította létfontosságú állásait. Ennek eredményeképp több városban is várakat építetett, és ez alól London sem volt kivétel. Mivel azonban a város bevételekor annak megerősített hídját a szász csapatok védték, úgy döntött, Southwark kerületét rombolja le, és mivel elvágta a szászak élelmezési utánpótlásainak útvonalait, azok ellenállás nélkül a kezére adták a várost. Vilmos útja során közel 36 várat létesített, köztük a Tower of London-nel, ám egyes történészek úgy vélik, hogy ennél sokkal többről lehet szó. A napjainkban is álló építményt, amely eredetileg Baynor's vagy Magnificent Castle néven lett alapítva, de később Tower of London névre keresztelték, az egykori római kori városfalak délkeleti oldalára építették, kihasználva a régi várfalak védelmi funkcióját. Az építkezésben továbbá előrelépést jelentett az is, hogy közvetlenül a Temze partján tudták felépíteni a hatalmas erődítményt, így a folyó is védelmi funkciót láthatott el, kedvező fekvése miatt. Korabeli leírások szerint a várerődöt egy összefüggő árokrendszer vette körül, melyet fából ácsolt sánckerítés védett, az épület pedig lakhatásra alkalmas szobákkal rendelkezett. Az erődöt fennállása óta a történelem során rengeteg alkalommal megostromolták, épp ezért ellenőrzése kiemelt szerephez jutott Anglia irányításának szempontjából. A Tower of London várbörtönként, királyi pénzverdeként, de még koronázási székhelyként is működött, előzőleg említett funkcióját a 16.-17. Században tudta betölteni igazán, amikor is számos kegyvesztett személyiséget, köztük első Erzsébet királynét is fogva tartották, uralkodóvá válását megelőzően. A vár erődként való hasznosítását a tüzérség 1855-ös bevetésekor szüntették meg végérvényesen. Fontos színhelyévé vált a kivégzéseknek is, és kezdetben a megalapításától számított 400 évben összesen 112, a világháborúk előtti időszakban pedig 7 embert végeztek ki falai között. Ezt a funkcióját a II. Világháborúban is szilárdan tartotta, ugyanis csak kémkedés vágyában 12 fő lelte halálát a Towerben. A II. Világégést követően a bombázások során megrongált épületet felújították, majd újból megnyitották a nagy közönség előtt, ezzel London egyik legfőbb turisztikai célpontjává téve a viharos történelemmel rendelkező épületet. Napjainkban falai között őrzik a királyi koronázási ékszereket és fegyvergyűjteményt, de még az egykori római erőd maradványai is megtalálhatók itt. Remélem elnyerte tetszéseteket ez a videó. Ha igen, ne felejtsetek el lájkot nyomni, illetve feliratkozni csatornámra, hogy mindig első kézből értesülhessetek a legújabb tartalmakról.
Találkozzunk a következő videóban is. Sziasztok!